Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. augusztus 29-én este 19:30-tól. Konvektor csereprogram, újabb támogatás igényelhető. Három hegedűs volt a művészklub vendége. Klasszikus zene, népzene és jazz szólt a közönségnek. Megérkeztek a tankönyvek, idén a diákok 85%-a ingyen juthat hozzá tankönyveihez. Tovább folytatódik az Otthon Melege program. Néhány héttel ezelőtt hűtő, fagyasztó és mosógép cseréjére lehetett pályázni, most egy új támogatásnak köszönhetően szeptember végétől gázkonvektor cseréjére is be lehet nyújtani a pályázatot. Még hidegek a konvektorok, ám hamarosan indul a fűtési szezon. Magyarországon közel 3 millió gázkonvektor üzemel, melyek többsége már elavult. Ezek cseréje nem csak a fűtési számla csökkentése miatt fontos, hanem biztonsági és energiahatékonysági szempontok miatt is. Most ehhez nyújt segítséget az állam, hiszen tovább folytatódik az Otthon Melege program. Néhány hete tévénk is beszámolt a nagy háztartási gépcsere programról, ahol új energiahatékony hűtő, fogyasztó és mosógép vásárlásához adott támogatást az állam. Most a gázkonvektorok cseréjéhez lehet visszanemtérítendő támogatást igényelni. Erre mintegy 1,5 milliárd forint összeget fordítanak, melyet lakosság arányosan régiókra bontanak. A támogatásra pályázatot adhat be minden ingatlannal rendelkező magyar állampolgár, aki tudja igazolni, hogy van gázkonvektora. Az elnyerhető visszanemtérítendő támogatás 80%-os, egy konvektor cseréjére maximum 120 ezer, több készülékre maximum 500 ezer forint nyerhető el. Számítások szerint ez nagyjából 12.500 gázkonvektor cseréjét teszi lehetővé. A pályázati feltételek már most olvashatóak a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet weboldalán, az nfsi.hu lapon. A felkészülésre 30 napja van mindenkinek, aki támogatást szeretne igényelni, hiszen a gázkonvektor cserére a pályázatokat szeptember 21-én reggel 8 órától lehet beadni, kizárólag elektronikus úton, a konvektor2017.nfsi.hu oldalon. Ehhez ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni, illetve minden szükséges dokumentációt fel kell tölteni. Érdemes időben felkészülni a beadásra, hiszen az előző pályázatok alkalmával az igények döntő többsége az első 2-3 órában beérkezett. Az Otthon Melege program háztartási nagygépek cseréje, amely augusztus 9-én indult, közel 50 ezer pályázat érkezett eddig, fele-fele arányban hűtőgépre és mosógépre egyaránt. Klasszikus zene, népzene és jazz. Ez a három műfaj szólalt meg a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban. Komjáti Péter, Pogrányi Miklós és Tóth Viktor muzsikált. Johann Sebastian Bach muzsikájával kezdtek a muzsikusok. Zenés összejövetel van a legritkábban a klub életében, így ez most igazán különleges alkalom volt. Három egykori zeneiskolás tanítvány, Csicsákné Pákolic Judit növendékei mutatták meg azt a műfaji sokszínűséget, amit a hegedű magában rejt. Klubban mindig szeretnénk zenés programokat, és nagyon nehéz évközben, mert évközben mindenki dolgozik, és ugye a zenészek este is. És akkor beszéltünk róla először, de úgy, hogy egyszer szívesen jönnétek-e, persze, majd egyszer, ez egy ilyen feltételes jövőidő volt sokáig, és konkrétan a kolléganőm koncertjénél hangzott el, hogy szívesen jönnének. Évente 3-4 alkalommal azért eddig mindig sikerült összehozni, hogy ne csak próza, hanem zene is legyen a kínálatban. Mivel a művészeti klub összejövetelei leginkább este vannak, felnőttek a célközönség, de olykor-olykor gyerek is megfordul a közönségben. Voltak a Resti Kornél csoport Kecskemétörökén megzenésített versekkel, volt a Dinny is a utcadalokkal, vagy daltulajdonosként dalokkal. Volt olyan, hogy verses estéken közreműködött csellista kolléganő, fuvolista kolléganő, szóval néha lejönnek. Körülbelül egy éve volt Bartók Ékszakálóról itt lent előadás. Kiosztották a tankönyveket a 2017-2018-as tanévre. Idén rengeteg új tankönyv került a régi és az új diákok kezébe egyaránt. Irodalom, matematika, történelem, ének, földrajz, különféle idegen nyelvek és még számtalan tantárgy könyveit, munkafüzeteit osztották ki tegnap, többek között az Eperföldi Általános Iskolában is. Idén a tankönyvek a könyvtár ellátó non-profit Kft. Raktáraiból évfolyamonként szétválogatva, előválogatással kerültek szállításra országosan, ezzel jócskán megkönnyítve az intézmények munkáját.
Rengeteg új könyv érkezett, főként a kicsik számára, hiszen a felsőbb osztályosok körében még mindig működik az évfolyamok közti egyfajta könyv továbbadó rendszer. Ebben az esetben természetesen fontos tudni, hogy az ingyenes tankönyvek az adott iskola tulajdonát képezik, ezért az iskola pecsétjével ellátott tankönyveket, amelyek általában tartós tankönyvnek minősülnek, jó állapotban őrizzék meg a gyerekek, mert a tanév végén ezeket visszakérik a következő évfolyam számára. Amennyiben a könyvek esetleg mégis annyira megrongálódnak, hogy azokat nem lehet továbbadni, értéküknek 50%-át meg kell téríteni, de erre csak ritka esetben szokott sor kerülni. A gyerekek között nagyon megosztó a vélemény arról, hogy ez milyen pillanat számukra a nyár végén, hiszen van, aki alig várja az iskolát, a barátokkal való újra találkozást, bizony sokan az új tanulnivalókat vagy az új tantárgyakat is. És persze vannak, akik szomorúak a nyár véget érése miatt. A legnagyobb öröm ilyenkor az évfolyamok között talán az alsó osztályos elsősöké, akik életükben először ülnek be az új intézményük padjaiba, új tanárokat, új barátokat ismerhetnek meg, és először foghatják kezükbe az iskolás diákoknak járó könyveket, munkafüzeteket. Idén már az 5., 6., 7. és 8. osztályokban is bevezették az ingyenes tankönyveket, ami lényegében mindenkinek jár, nem csak az arra rászorultaknak. Emellett egy rendelet arról is dönt, hogy 2017-től már a 9. osztályosok is ingyen kapják a könyveket. Ezen intézkedések hatására a diákok 85%-a ingyen juthat hozzá a tankönyvekhez. A 9. évfolyam után már csak a rászorulók számára ingyenes a tankönyvcsomag, legyen az hátrányos helyzet, tartós betegség, gyermekvédelmi kedvezmény, illetve 3 vagy annál több kiskorú egy családban. Az ilyen jogcímen nyújtott támogatást az intézményvezetőnél a megfelelő igazolásokkal lehet igényelni. A leendő első osztályosokat várták hétfőn és kedden délelőtt a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában. Gólyatábor szerveztek ugyanis a kicsiknek, hogy könnyebben menjen az iskola kezdés. Az első alsók éppen az interaktív táblával ismerkedtek, ahol külön válogatták a zöldségeket és a gyümölcsöket. Az első bések egy közös, hatalmas méretű képrészleteit színezték, amit már föl is tudtak tenni a fali újságra. Az első cések pedig a testrészeiket sorolták egy mondóka kíséretében, miután a tanító néniük egy mesét olvasott föl nekik. A pedagógusok szabad kezet kaptak a programok összeállításához. Iskolánkban tavaly rendeztük meg először, és nagyon nagy sikerre az idén is újra megrendeztük. Elsősorban az volt a célunk, hogy megismertessük a gyerekekkel az intézmény helységeit, és a tanítónénikkel is, úgyhogy egymással is egy kicsikét megismerkedhessünk. Körbe megyünk mindenhol, megnézzük, hogy mi hol található. A színes ceruzáikat elővehetik, színezhetünk, tornázunk egyet, betekintünk egy kicsit az iskolai életben. Azt lehetett észrevenni a gólyatáboros gyerekeknél, hogy nem okozott olyan nagy gondot az iskola kezdés, hiszen megismerték a gyerekek a tanítókat, az osztálytársakat, s magát az épületet is. Volt olyan osztály, ahol még az igazgató néni irodájába is bekukkantottak a gyerekek. Tavaly rendeztük meg ovisuli rendezvényünket, ahol már egy kicsit ismerkedhetünk a gyerekeket, és újra ismételten október végén megrendezzük majd. Havonta egyszer lesz, 10 alkalommal. Mi van olyankor? Kik tartják egyáltalán ezeket a foglalkozásokat? Mindig a leendő elsős tanítónénik fogják tartani, és így ővelük is egy kicsit megismerkedhetnek a szülők és a gyerekek is. A délelőtti foglalkozásokon még sok mindennel várták a tanítók a gyerekeket. Volt, ahol előkerült a gitár, és megtanultak közösen egy dalt, a másik osztályban ceruzatartó készült konzerves dobozból, de a legnagyobb lelkesedés akkor volt, amikor játszani lehetett. Hiszen ezek a gyerekek még óvodások, néhány hónapba beletelik, mire iskolásokká válnak. Házi süti verseny, foci meccs, nóta műsor és balkán fanati koncert. Többek közt ez is szerepelt a palettán a szakmári falunapokon a hétvégén. Jöttek-mentek az emberek a községi sportpályánál, így voltak, akik inkább a délutáni programokra voltak kíváncsiak, míg olyanok is, akiket inkább az esti koncert vonzott, más településekről is. Bokor János nótaénekessel együtt énekelt az idősebbekből álló közönség. A programot igyekeztünk úgy megszervezni, hogy legyen az időseknek is, meg a fiataloknak is legyen szórakozási lehetősége. Ezért is szerveztük úgy, hogy az időseknek legyen valami nótaénekes,
az idősebbek szeretik még a néptáncot is természetesen, ami itt a faluban nagy hagyomány. Tehát amikor őket meghívtuk, ezeket a vendégeket, akkor őrájuk gondoltunk, és a fiataloknak, a Balkán Fanatik, meg a Forró Rága Gumizenekar, meg az egyéb ilyen DJ-k, ezek mind az ő igényeiket szolgálják majd ki. Lehetett kézműveskedni, kedvenc mesehőst az arcra festetni, vagy éppen csillámtetoválást kérni. Körhinta, céllövölde, ugrálóvár is várta a gyerekeket. 500 adag étel készült, töltött káposztát és sült csülköt lehetett enni. Emellett baráti társaságok, munkahelyek is főzőcskéztek. Pénteken este a Vác FC öreg fiúk csapatát fogadták a szakmári focisták. A szakmári csapat győzött, hál' Istennek. A Váci csapatból ketten voltak, akik az NB1-es csapatba szerepeltek, a többiek NB2 és NB3-ba szerepeltek. Egyébként ez a Váci jelenleg is egy Pest megyei bajnokságban, öregfiú bajnokságban szerepel, amit meg is nyertek azt a bajnokságot. Úgyhogy ennek fényében még nagyobb dicsőség az, hogy nyertünk, habár az eredmény volt a másodlagos, a harmadik félidő sokkal fontosabb volt. Idén is kiosztotta a képviselőtestület a díszpolgári címet. Szabadi László egykori iskola igazgatót tüntették ki. Szeptembertől újraindul a Városi Könyvtár népszerű Baba-Mama klubja, ahol a következő fél évben is számos olyan programmal várják a látogatókat, melyek a gyermeknevelésben fontosak lehetnek. Így vendégük lesz gyógypedagógus, szoptatási segítő, gyógytornász, grafológus és még a Mikulás is ellátogat majd hozzájuk. A gyerekek készségeit fejlesztő játékos foglalkozások, a kicsikről szóló és őket érintő előadások, játszóház és tanácsadás. Ezt nyújtja a Kalocsai Könyvtár népszerű Baba-Mama klubja, ahol elsősorban a kisgyermekes anyukákat és csemetéiket várják. A nyári szünet után most újraindulnak a programok, ahol ismét több érdekes előadással is készülnek. Véget ért a nyár, szeptemberben újraindul a Baba-Mama klub második fél évének programja. Szeptember 6-án egy bábfoglalkozásra várjuk az édesanyákat és a kisgyermekeket, melyet Patik Enikő óvónő gyógypedagógus fog tartani, majd szeptemberi hónapban Álomba ringató címmel Répási Erikát várjuk vendégként a Baba-Mama klubba, aki altatási tanácsokkal fog szolgálni az édesanyáknak. Majd Boros Marian, önkéntes szoptatási segítő tart előadást, ezt követően pedig tornázni fognak a klubtagok, Dévény tornát tart Tótné Farkas Erzsébet gyógytornász. A későbbiekben a gyermekrajzok jelentését próbálják majd megfejteni okleveles grafológus közreműködésével. Petrás Éva, tanár, okleveles grafológus fog kis gyermekrajz elemzéssel összekötött prezentációt tartani a szülők számára. Majd november 22-én mit játszunk 0 és 3 éves kor között. Itt ismét Patik Enikő gyógypedagógus, TSMT terapeuta fog hasznos tanácsokkal szolgálni az édesanyák számára. Vannak visszatérő programok is, ilyen például a Mikulás látogatása a klubban, melyet minden decemberben megtartanak, vagy a hagyományos félévzáró kézműves foglalkozás, ami most december 20-án a Mézes Kalács nevet kapta. A program összeállításakor nagy figyelmet fordítanak azokra a témákra, melyek az anyukákat érdeklik. 2012 óta működik itt a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár gyermekkönyvtárába a Baba-Mama Klub foglalkozás. Így a néhány év alatt már sok mindent láttunk, elég nagy gyakorlatot tettünk szert, és megismertük azokat az igényeket, amikkel a szülők minket fölkeresnek. Természetesen a programok során mi is beszélgetünk az édesanyákkal, ismerjük azokat a kérdéseket, amiket őket is foglalkoztatják. A klub indulása óta évről évre egyre többen fedezik fel és vesznek részt a foglalkozásokon rendszeresen. Töretlen sikerrel szerveződik immár 5 éve itt a gyermekkönyvtárban a Baba-Mama klub. 2 hetente szerdai napokon 16:30-tól várjuk az édesanyákat és gyermekeiket ide a Baba-Mama klubba. A foglalkozások mindegyike ingyenesen, előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradónkkal holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!